Mihalovi Zsolt vagyok, Orsos kis János unokája. Hogy ez a mai nap miért jött létre? Mondhatom már hagyományként. Negyedszer sikerül ezt megrendezni, most már kimondható ez, hisz már a napnak a közepén vagyunk. Öt évente kitaláltuk azt, hogy öt évente nagypapám emlékére, halálának évfordulójának, ötödik évfordulója alkalmából öt évente fogunk rendezni hát egy olyan megemlékezés, olyan emléknapot, ahol az ő művészetét, kultúráját tükrözzük és megjelenítjük az emberek előtt. Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos esemény a számunkra. Olyan dolgot mutat nekem személy szerint, ami a külvilágnak is nagyon fontos lenne, és példa. Mit értek ez alatt? Azt hittem ez alatt, hogy mivel a zenekar egy cigány zenekar volt, itt látható, hogy olyan kapocs volt abban az időszakban, hogy ma 20 év után is cigány és nem cigány emberek attól függetlenül, tehát hogy hova tartoznak, magyar emberek megjelennek és együtt emlékeznek, sőt, most már kimutatott talán, hogy ünnepelnek. Az első 5 éves emlékműsornál azt kell mondanom, hogy még egy nagyon fájó dolog volt az életemben, lelkemben, hisz nagyon mély volt még ez a sebb, hogy elveszettem nagypapámat, akivel gyerekkorom óta mondhatom, hogy nevelődtem, és a zenei tudást tőle kezdtem el sajátítani. Aztán 10 és 15-dik már az ezelőtti harmadik évfordulónál egyfajta ünnepé kezdett átvarázsolódni, hogy úgy mondjam. Az emberek lelkületében és az én lelkemben is egyre olyan felnőtlenebb lett az, hogy hát elmentek valóban, és tudjuk és sajnáljuk, de mégis valami ünnepi kerekedik, hisz akkora tömeget vonz ide Bogyiszlóra ez a nap, hogy az ember nem hinni el, csak akkor, hogyha itt van és látja. Most a negyedik alkalom 20 év telt el, azzal mondhatom, hogy én vezetem a zenekart, hisz nagypapám már nincs közöttünk, és a 20 év után is észreveszem azt, hogy ma a temetőben, ahol kezdődik a program, hisz úgy van a rendezvény, most már mondhatom, hogy hagyományőrzőként és hagyományosan megrendezve, hogy kimegyünk a temetőbe, és ott megjelenünk mindegyik elhunyt zenésznek a sírjánál, nagypapámnál kezdődni, ugye Orsos kis Jánosnál. Itt megkérem Sipos Judit tiszteletes asszonyt, akinek hát gyerekkorában is volt kötődése, hisz ő bogyiszlói származású, hogy jöjjön el velünk, és ő méltassa, vagy ő mondjon olyan dolgot a zenekarról, amiben neki voltak emlékei, és ennél sokkal bensőségesebb akkor ez az egész hát tiszteletadás, ami megtörténik a temetőben. A temető után bejövünk ide a műveletési házba, és a műveletési háznál pedig az emléktáblánál, amit a tizedik, tehát a második emléknapnál sikerült megvalósítani, ott történik egy nagyon szép kis monológot szoktam kérni az emberektől, hogy milyen emlékképei vannak a zenekarról. Itt volt már a muzsikás zenekar, volt Halmos Béla, volt a Dűvő zenekar, volt Szalonna is bandája, és akkor megkérdem ilyenkor a prímásokat, hogy akinek volt kötődés a zenekarhoz, emléképe, azok mondjanak egy-két gondolatot, hogy miért vannak itt, és hát miért is lettek egyébként meghívva. Mert a fő célom az, hogy olyan embereket invitáljak, és hívjak erre a rendezvényre, akik valahogy kötődtek a bogyiszlói zenekarhoz. Emlékképeik vannak nekik, érzelmeik vannak, láttak gesztusokat, kaptak tőle valamint a zenekartól, nem csak CD-ről, nem csak lemezről, hanem úgy, hogy ember emberrel érintkezik. Így mai nap itt az emléktáblánál egy olyan zenekart hívtam, például aki is beszélt, aki szintén a bogyiszlói muzsikából mai nap is táplálkozik, és a koncertjei vannak, akkor megszólal ez a zene, ők a Csík zenekar. Csík János is óriási, gyönyörű szép gondolatokkal jelent meg itt az emléktábla előtt, ami nagyon jól esett a lelkemnek. Természetesen polgármester úr is mindig valami monológot mond, hisz kötődése van a zenekarhoz, illetve a helyi közösségünknek a tiszteletese, református tiszteletes ura, Tancs Róbert is mondott egy szép igét, és megemlékeztünk nagypapámról. Az emléktáblánál még egy nagyon fontos személy megjelent, Farkas Sanyi bátyám, mondhatom így, aki hát tényleg kötődik a zenekarhoz, mert ő is zenélt velük, és ő manapság, vagy hát nagyon régóta egyébként verseket ír, és egy csodaszép verset itt a zenekarról, amit elmondott. Az emléktáblánál megjelent Héra Éva is, a Muharai Elemérnek a Egyesületnek az elnöke, aki szintén megkoszorúzta az emléktáblát. Ezt követően történik az, ami Bogyiszlón
enélkül nem működhetne jó program a vendéglátás, az igazi vendéglátás, és a bogyiszló, akkor természetesen birkapörkölt, egy kis vegyes pörkölt is, mert hát, ha valaki nem szereti a birkapörköltet, és mindenféle finomság hozzá, hogy jól érezzék magukat az emberek az esti programra felkészülve. A finomságra még szeretném mondani, hogy a kuglóf az mindig ilyen helyi sajátosság volt az igazi tejföl és kalács mellett, úgyhogy most kuglóval szerettük volna a vendégeket mindenképp ellátni, és hogy érezzék jól magukat. És este 7 órakor kezdődik majd a műsor, amin nagyon sok olyan ember jelenik meg, aki szintén valahogy kötődik a mai zenekarhoz, és az előző, vagy az eredeti bogyiszói zenekarhoz. Sebő Ferenc nélkül nem terhet el ez a nap. Ő az, aki az egy házi gazdáját elvállalta, és mindig megjelenik. Most lesz a 4. alkalom, most is várjuk, és ő fogja az ő emlékeivel színesíteni mindazokat a gondolatokat, amiket ő elmond, ami mindenkiben maradandó élményt fog adni, hisz valóban ő nagyon sokat járt bogyiszlóra gyűjteni, természetesen nagyon sok zenész társával. Itt szeretnék egy olyan embert is megemlíteni, aki itt volt minden 3 alkalomkor, de már nincs közöttünk, ő Halmos Béla, aki sajnos az utolsó emlékműsorok, ami 5 év ezelőtt volt, nem felejtem el, rá kora tavaszra elhunyt. Ő is mindig megjelent, hisz egy olyan prímás volt, akinek az életében a bogyiszlói dallamvilág mindig élt, és mindig éltette, mutatta és tanította. Fellépnek a helyi környéből megjelenő Bartina zenekar, fellépnek a kisgyerekek, fellép a helyi tánccsoport, akit ma is kísérünk, és nagyon sokszor megjelenünk, így az öregeink természetesen kísérték. Megjelennek olyan emberek, akik valamikor találkoztak a mi nagyjainkkal, a mi öregeinkkel, így például Gémesi Zoltán, aki egy nagyon jó táncos barátunk, és a bogyiszlói, zenebogyiszlói tánc az egyik, azt lehet mondani, kövület, amit nagyon szeret, és a lelkében mélyen megtart, fel fog lépni. Hettényi Milán, aki ma az Állami Népi Együttesnek az énekese, ő is előad egy műsort, és hát természetesen említettem, a Csík zenekar is fog fellépni. Akkor a helyi cigány kisebbségi szakkörnek a gyereke is fellépnek mellettünk, és a végén pedig remélhetőleg nagyon szép zárással, egy együtt zenéléssel fog majd az esti program végződni. Majd ha ez megtörtént, akkor ahogy ki van írva magára a plakátra is, táncház lesz hajnali. Hát mi ez? Én mondhatom talán, meg hát a kisebbségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatunk, a cigány nemzetiségi önkormányzat ezt álmodta meg, most már 4. alkalommal. Eddig 3-szor nagyon szépen sikerült, ma a közepén vagyok, úgy érzem, hogy újra szépen elindult ez a nap, és bízom abban, hogy az est is olyan lesz, aminek ezt megálmodtam.